Az elmúlt 100 évben sok-sok politikai korszak csak a maga szája íze szerint próbálta értelmezni vagy elhallgatni az első világháborúhoz vezető okokat és a végső következményt, a trianoni békediktátumot. Nagyon fontos, hogy 100 év után végre tárgyilagosan és egy bő tárgyi emlékekkel, egyedi családi történetekkel, relikviákkal és széleskörű bemutató terekkel egy teljesen új, megújult Várbazárban tudjuk bemutatni az első világháború történéseit. Én bízom benne, hogy sokan nem csak diákok, hanem családok is el fognak látogatni, és megismerik a történelmnek az egyik legmeghatározóbb pontját Magyarország esetében. Összeállt a Centenáriumi Emlékbizottság, amihez főigazgatóasszony nagy-nagy energiája adta a hátteret, és Navracsics miniszter úr szakmai és politikai irányítása mellett megindult a munka, úgyhogy én az első pillanattól fogva részt veszek a Centenáriumi Emlékbizottságnak a munkájában. És ez a Centenáriumi Emlékbizottság döntött arról, hogy lesz egy nagy kiállítás, aminek a koncepciójái részben a Terror Háza, részben a Nemzeti Múzeum felel. Azt gondolom, hogy nincs olyan magyar ember, nincs olyan magyar család, aki el tudna menni az első világháború, mondjuk, hogy emléke vagy emlékezete mellett. Én ezért is tartottam fontosnak, hogy személyesen vállaljak szerepet az Emlékbizottságban, illetve a kiállítás előkészítésében. Részben kutatói kapacitást hoztunk létre, részben honlapokat készítettünk, az egyik közülük egy rangos díjat is elnyert. A pályázatok kiírásával, lebonyolításával foglalkoztunk, konferenciákat, kerekasztal beszélgetéseket és egy csomó különböző programot bonyolítottunk le, és hát ezen belül az egyik legnagyobb feladat, ami előtt most állunk, ennek a központi kiállításnak még ez a tavasszal való megnyitása. A nagy közönségnek a legszélesebb rétegeit szeretnénk ezzel a készülő kiállítással, amire ezt a fantasztikus helyszínt megkaptuk, kiszolgálni. Úgy gondoljuk, hogy a 20. század születésnapja az egybeesett a szarajovói merénylet dátumával, és az első világháború során egy új világ született. Ez a világháború aktora, vagy azt is mondhatnám, hogy detonátora volt az egész 20. századnak, amelynek során nem csak Magyarország, hanem Európa és az egész világ arca is megváltozott. 11 témacsoportot igyekszünk feldolgozni az eljövendő kiállításban. Mind a 11 témacsoportban igyekszünk a magyar eseményeket, magyar hatásokat, a magyar társadalmat és a magyar közösséget érintő drámai, tragikus eseményeket megfelelően feldolgozni, magyar központú módon, természetesen nagyon fontos külügyi kitekintésre és elsősorban közép-európai perspektívába állítva. Történészi attitűddel megfogalmazott, egyébként valóban nagyívű új koncepciót, új részteleteket kibontó, az egészet az európai polgárháború kontextusába helyező tématervet produkálhatok. Végig megpróbáltam ezeket a tematikai egységeket olyan enterülőkbe elképzelni, ami nélkül nem fogyasztható nyilvánvalóan ez az egész ügy. Olyan intézményben vagyunk, ahol nem kell félteni mondjuk a csapatot, mert ha itt egy 2002-ben egy ilyen fantasztikus látványú állandó kiállítás azóta is tartja a frontot, akkor feltételezem, most is ilyesmi készül. Ez a kiállítás élményt akar adni. Most túl azon, hogy tudástartalmakat akar közölni. Tehát például, amikor belépünk, ugye az első, hogy megtudjuk, hogy mik voltak, hogy állt föl a világ, milyen szövetségi rendszerek estek egymásnak, de utána nem megyünk bele a konkrét eseménytörténetbe. Tehát nem megyünk bele abba, hogy melyik nap mi történt, és a többi, hanem dimenziókat akarunk adni az embereknek, érzelmi és élményszerű lenyomat akarunk bennük kelteni. Bízom benne, hogy a kitűnő csapatmunka után sikerül megadni azt az érzelmi élményt az embereknek, hogy bejönnek oda, és úgy jönnek ki utána, hogy egy kicsit megüti őket, és kicsit elgondolkoznak azon, hogy milyen lehetett dédszüleinknek, az én esetemben a nagyapámnak, ugye, átélni egy olyan folyamatot, amit első világháborúnak hívtunk.